Négy évszakos Balaton, egyre több az egész évben nyitva tartó vendéglátóhely. Talajvilágnapi rendezvény, az élővilág és termőföld védelmére hívták fel a figyelmet. Egyedi formavilágú játszóteret avattak, különleges létesítménnyel gazdagodott Balatonfenyves. Jó estét kívánok! Önök a Somogy Televízió híradóját látják. Évről évre egyre több azon vendéglátóhelyek száma a Balatonnál, akik a főszezon után, sőt még a téli időszakban is nyitva tartanak. Ez a munkavállalóknak és munkaadóknak egyaránt jó, hiszen előbbi éves állásban dolgozhat, míg utóbbinak nem kell tartani a munkaerőhiánytól. A vendégek pedig télen-nyáron élvezhetik a tó szépségét és a színes programok sokaságát. Már készülnek a téli időszakra és az ünnepekre Balaton lellén. Szerdától újra immár negyedik éve vehetik birtokba a jégpályát a téli sportok szerelmesei. A helyi lakosok és az ott tanulók pedig ingyen használhatják. Persze ez még önmagában kevés attrakció lenne, hogy ide csábítsák télen is a vendégeket. Próbálunk hétről hétre mindig új programokat kitalálni. Lucy szinte minden hétvégén úton van, most hétvégén például Badacsonyba fogunk menni, borkostolót tartunk rajta. Aztán december 7-én, 8-án lesz Mikulás regatta, lesz gasztropiknik nálunk, valamint az adventi vásár, és ezen a két napon is mind a két napon Lucy is. A téli programokat, attrakciókat egyre többen várják a vendégek közül is. Ez az étterem már hosszú évek óta télen is folyamatosan üzemel. A tulajdonos szerint bár a kezdeti években nem volt jelentős a forgalom, de a vendégek mára megszokták, hogy ha Balatonföldváron járnak, az étterem mindig nyitva van. Ez egy biztos pont, mint mondtam, hosszú évek óta. Több oka is van. Ugye egyrészt mondom a szezon meghosszabbítás miatt, másrészt pedig a dolgozókat szeretnénk megtartani, és emiatt télen is munkát kell nekik adni. Tehát nem mindig rentábilis ez, de úgy megtérül, hogy az ember nem küldi el a dolgozókat, és hosszú éveken keresztül ugyanazokkal az emberekkel találkozik a vendég, és ez egy jó benyomást tesz mindenkire, hogy ha ugyanazt a pincért fogja megtalálni, vagy ugyanazt a szakácsot látja a nyitott konyhán. Az éven át nyitva tartó vendéglátóhelyek vezetői szerint emellett nem árt, ha valamilyen egyéb szolgáltatást is tud nyújtani az étterem. Itt például kérték már jégpálya létesítését és egy mini vásár létrehozását is az udvaron. A hosszú távú siker titka pedig az lehet a Balatonnál, ha egyre több vendéglátóhelyet, szálláshelyet kereshetnek fel a vendégek a tél folyamán is. Egyre több alapvető élelmiszert rendelnek online Magyarországon, nagyobb részarányt képvisel a friss áru a netes vásárlásokban, amelyek átlagos kosárértéke legalább 2-3-szorosa az átlagos áruházi vásárlások összegének. Egyes láncoknál viszont akár 6-8-szorosa is lehet a különbség, írja a Világgazdaság. Hazai győzelemnek örülhettek a delfinek, a kaposvári kosarasok a szegediek ellen bizonyítottak, hamarosan láthatják a részleteket. Kigyulladt egy lakóház Zamárdiban, a Knézics Károly utcai ingatlan és egy szomszédos épület is égett tegnap. A balesethez a Siófoki, a Balatonfűzfői és a Pétfürdői hivatásos tűzoltókat riasztották. A helyszínre a katasztrófavédelmi műveleti szolgálat is kiérkezett. A lángokat kora este sikerült megfékezni. Idén is átadták a Somogy megyei prímadíjakat, 10 jelölt versengett, a szakmai zsűri közülük választotta ki azt a hármat, akit érdemesnek találtak az elismerésre, egy jelöltről pedig a közönség szavazatai döntöttek. A prímadíjat Szakály Sándor történész, Demeter György röplabda edző és a Gyöngyfa napközi otthon kapta meg. A külön díjat a Kapos Dynamic Sport és Szabadidő Egyesület érdemelte ki. Daxner Gábor, a Vállalkozók és Munkáltatók Országos Szövetsége megyei elnöke az ünnepségen elmondta, rendkívül gazdag Somogy tehetséges emberekben, akiket nem is olyan nehéz felkutatni, hiszen itt élnek közöttünk. Szita Károly polgármester pedig úgy fogalmazott, egy közösség értékrendjéről sokat elmond, hogy kiket állít maga elé példaként. Megválasztották a 2019-es év vitorlázóit, idén is Érdi Mári, valamint Berec Zsombor olimpikonok kapták az elismerést. A Magyar Vitorlás Szövetség hétfő esti díjátadó gáláján elismerték a 20 éves vízimentők magyarországi szakszolgálatának munkáját is.
Külön díjat kapott a 96 évesen még mindig aktív vitorlázó Szabadi Tibor, Kopár István háromszoros földkerülő vitorlázó, a négy nagy európai tókerülő verseny mindegyikét megnyerő Raffika csapat vezetője és kormányosa Király Zsolt is. Talajvilágnapi rendezvényt tartottak ma Siófokon. A programon a talaj és a vízvédelmével kapcsolatos előrelépésekről és teendőkről számoltak be a szakemberek. Az előadások elsősorban a Balaton régiót érintették. A cél, hogy felhívják a figyelmet az élővilág és a termőföldek állapotának világszintű romlására. Itt már nagyon látszik, hogy rengeteg olyan hely van, ahol a csapadék a szántónál eléri az 50%-ot, ami fölött már várható a telítettség. És most a 15 cm-ről beszélünk, nem a 70-ről. Hazánk területének mintegy 85%-a művelési terület, az állattartás és a növénytermesztés számára pedig nélkülözhetetlen a jó minőségű talaj. A talaj az egy vízszűrő képességű közeg. A talaj nagyon fontos. A talajban lévő víz, illetve a talajon elfolyó víz. Mindenféle szennyeződés, tápanyag, elmosódás előfordulhat nagyobb esőzéseknél. Ezért vigyázni kell a talajra. Az erózió által lehordott talajszemcséknek bent kellene maradni a különböző vízgyűjtő területeken. Amint ez kimosódik, azt a talajt nem fogjuk tudni visszakapni. Ezért nagyon fontos ennek a mérése, vizsgálata. A Balaton Fejlesztési Tanács munkaszervezete a Balatoni Integrációs Közhasznú Nonprofit Kft. Által szervezett talajvilágnapi rendezvényen elhangzott. A klímaváltozás miatt sok feladat hárul a szakemberekre, hogy megóvják a termőföldek minőségét. Sok erózióra hajlamos terület van itt Somogyban is, Balaton felvidéken is. Amire vigyázni kell, az a megfelelő művelési fontosságra felhívni a figyelmet. A művelési területek, mint például a gátak építése, a talajlehordási folyamatok megállítása és a vízgyűjtő területen belül megtartása nagyon fontos. A Balaton térsége egyedülálló a természettel kialakított, rendkívül változatos és értékes, éppen ezért kell rá sok figyelmet fordítani. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara is számos intézkedéssel óvja annak minőségét. Ugye az első találkészletén mennyiségi és minőségi védelme, itt a második ugye maga az agrotechnika és gazdálkodás, fontos maga a talajállapot folyamatos monitoringja, hogy folyamatosan feltérképezzük, hogy milyen a jelenlegi álláspont, vagy milyen a jelenlegi minőség a talajainknak, milyen a termőképességük. A talajvilágnapi rendezvény célja, hogy a talajt a mezőgazdasági közeg skatujából kiemeljék, és felhívják a figyelmet annak fontosságára. Idén decemberben negyedszer fut ki fényvitorlás a Balatonra. Balatonfenyvesen a Fenyves Jachtklubban díszítik fel Virinata Forszél 10 méteres hosszú Déler 34-es sport- és túrahajóját. Több mint 50 méternyi ledes izzósor borítja majd ünnepi fénybe. Az adventi hétvégéken, szombaton és vasárnap 17 és 18 óra között várja az érdeklődőket a fenyvesi kikötő Sólya terénél. Aki a karácsonyi zenékkel kísért látványnál többre vágyik, az más időpontokban is kihajózhat vele, mondta Emődi Lina ötletgazda, a Jachtklub marketing menedzsere. Új egyedi formavilágú játszótérrel gazdagodott Balatonfenyves, a háromtornyos komplex játszóvár, amely külalakjában tobozra hasonlít, remek bújócska hely. A mintegy 40 millió forintos beruházást a Magyar Turisztikai Ügynökség pályázati úton támogatta. Lombár Gábor, a település polgármestere híradónknak elmondta, abban reménykednek, hogy a különleges tér majd még több embert vonz Balatonfenyvesre. Egyre népszerűbbek az átlagos közösségi terektől eltérő, újszerű formákkal gazdagított játszóterek hazánkban. Egy ilyet alakította ki nem régen Balatonfenyvesen is. Valami speciális, helyi sajátosságot próbáljon meg kiemelni a különféle fajta fejlesztéseiben, és mi erre gondoltunk, hogy Fenyves, a Fenyvesből ugye egyenesen következik annak a termése, tehát a fenyő termése a toboz, és hát csináljunk egy tobozjátszóteret, ami valóban körbe a Balatonon el fog menni a híre, biztos, hogy egyszer eljönnek, főleg kisgyerekkel, és meg fogják azt nézni, és hát remélhetőleg Fenyvest is megszeretik ezáltal.
A kicsik kiélhetik kreativitásukat és mozgásigényüket egyaránt. A három tornyos komplex játszóvárban egyik dobozból a másikba kötélhidakon juthatnak át. Lombár Gábor, a település polgármestere azt mondja, a központi helyen felépített játszótér még több embert vonzhat majd a településre. Ez a terület Fenyvesnek talán mondhatom, hogy a szíve, hisz tulajdonképpen itt van az a több mint egy kilométer hosszú szabadstrand, ami Fenyvesnek egyik jellegzetessége és hát a legkedveltebb üdülőterülete, és itt nyilván ugye volt már előtte is egy, pont ezen a helyen is volt egy játszótér, amit mi feláldoztunk, illetve nem áldoztunk föl, csak lebontottuk, és máshol újra fogjuk építeni, mert egy 2-3 éves játszótérről van szó. A balatoni település folyamatosan szépül. A tervek szerint a közeljövőben az üzletsor is megújul majd. Az egyik lesz az üzletsorunknak, a központi üzletsorunknak a felújítása, mert hisz az egy 92-ben épült, fából épült üzletsor, ami azt hiszem, hogy már megérett arra, hogy lebontsuk. Szeretnénk oda egy nagyon-nagyon különleges és nagyon szép üzletsort építeni, nagyobb terekkel, szökőkúttal és a többi és a többi, tehát tovább lépni ezen a részen is. Emellett a csúszdát is szeretnék modernizálni Balatonfenyvesen, hiszen ez az eszköz is már idejét múlta, tette hozzá Lombár Gábor. Hazai pályán is nyerni tudtak a kaposvári kosarasok a férfi bajnokság alapszakaszában. A hétvégén a kaposvári arénában lejátszott derbin a Delfinek a szegedi Szedeákot fogadták. Az 1300 néző a pécsi győzelem után jó hangulatban várta a mérkőzést. Már a mérkőzés elején ellentmondás nem tűrő játékkal nyitottak a hazaiak, amire a tiszapartiaknak nem volt ellenszere. Bár triplák potyogtak az egyik, illetve a másik oldalon is, a félidőben az állás már 50-38 volt a Delfinek javára. A második félidőben is koncentrált játékkal tudta megtartani előnyét a kaposvári KK, így végül 82-69-re nyert. Ez úgy tűnt, hogy egy könnyebb mérkőzés volt, de mi nem arra számítottunk, hogy egy egyszerű győzelem lesz. Ami első negyedben úgy is látszott, hogy egálba végig volt a Szeged velünk, utána mi pedig még koncentráltabbat játszottunk, és hoztunk a mi játékunkat, ami a végén elég volt ahhoz, hogy nyerjünk. A következő mérkőzést újra hazai pályán a Jászberény ellen játsszák majd a kaposvári kosarasok. Még nem kezdünk el semmit készülni a Jászberény ellen. Szerintem először egy kis pihenő ránk fér, mert két hétig nem lesz meccsünk. A pihenő után pedig folytatunk a teljes intenzitással, és kezdünk készülni a Jászberény ellen. És hogyha ugyanígy hozzá fogunk állni, mint ez a meccshez, akkor szerintem sem a győzelem lesz. A Jászberény elleni mérkőzés december 8-án este 6 órakor kezdődik a kaposvári arénában. Ezen kívül még 3 mérkőzés vár az év végéig a Delfinekre, a Duna Aszfalt, az Albafehérvár és a Körmend csapataival. 4 évszakos Balaton, egyre több az egész évben nyitva tartó vendéglátóhely. Talajvilágnapi rendezvény, az élővilág és termőföld védelmére hívták fel a figyelmet. Egyedi formavilágú játszóteret avattak, különleges létesítménnyel gazdagodott Balatonfenyves. A megyével kapcsolatos friss információkat a www.somogytv.hu oldalon olvashatják. Holnap délutántól egyre több felé várható eső, hamarosan mutatjuk a részleteket a mai Miértben 6-os Pállal, a Kaposvári Egyetem Művészeti Karának dékánjával láthatnak beszélgetést, tartsanak velünk akkor is szép estét, viszontlátásra!